Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 17-éig, hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, és megnézzük, hogy mi várható hétfőn. Itt látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Ezen a napon egy bizonyos életterületen szerencséd lesz. Ez lehet egy nyeremény, ez lehet egy ajándék, vagy egy hír, ami örömet okoz számodra, vagy lehet egy ajánlat, például egy jó munkahelyi ajánlat. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma. Ezen a napon a hold eléri a kármikus holdcsomót, Ráhút, mégpedig a felfele mozgó kármikus csomót, ami jelenti az anyagiakat, jelentheti a jövőt, a változásokat. Milyen változások lesznek? Azt is jelentheti, hogy kilépsz egy bizonyos helyzetből. Itt ez a férfi játszik egy nagy szerepet, az lehet, hogy ő megváltoztatja a hozzáállását, vagy megváltoznak a körülmények, de az is lehet, hogy megismerkedsz valakivel. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, az itt látható. Itt látható ez a levél. Egy hír érkezik hozzád. Az is lehet, hogy ő elvárja azt, hogy te írj neki. Ez a levél lehet egy bizonyos dokumentum is, vagy egy szerződés, egy adásvételi szerződés, vagy egy munkahelyi szerződés. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, az itt látható. Ez a gyűrű utalhat szerződésekre, vagy jelenti a kapcsolatot vele. A gyűrű azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. Kapcsolatok lesznek, valaki gondol rád, találkozni akar veled, vagy lehetnek szerződések. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, itt látható a szimbóluma. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Ez lehet egy nyeremény, lehet egy jó ajánlat is, ahol többet fogsz keresni, lesznek nyeremények. A halak nem csak a pénzt jelentik, hanem a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással, vagy jelenthetik a belső értékeket is, hogy ő értékel téged. Megkapod a megbecsülést. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt lesz egy fontos találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik, vagy ez a kép utalhat döntésekre is. Vagy nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, tehát jelenthet döntéseket is. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon lesz egy belső feszültség, ahol érzelmekről van szó. Itt félelmek vannak, vagy bizonytalanságok. Ezen a napon a Nap és Neptun bolygó egy konjunkcióban áll,
és együtt hatnak. Mindkettő másra utal, mert különbözőek. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, kiderül az igazság. Neptun bolygó pedig olyan, mint egy fátyol, átláthatatlan. Lehet, hogy itt lesz találkozás valakivel, és nem beszél érzelmekről, elképzelésekről, és úgy gondolod, hogy minden olyan átláthatatlannak tűnik, holott szeretnél tisztázni bizonyos dolgokat, de vasárnap ez szinte lehetetlen. Az is lehet, hogy kihat ez a konjunkció a politikai eseményekre, hiszen a nap szimbolizálja a kormányt, és Neptun bolygó az nem tisztázza a dolgokat, hanem megjelenik valami, vagy az újságban, vagy a tévében, ami minden olyan átláthatatlannak tűnik. Amit Neptun bolygó még jelenthet, az az alkoholizmus, vagy kábítószer, és a nap az adná az élet erőt. Lehet, hogy ismersz valakit, ahol ezek a problémák vannak, és ez az illető szeretné azt, ha segítenél neki. Mi várható vasárnap? Neptun, a felhő, valami átláthatatlan. És én úgy gondolom, hogyha valakinek problémái vannak, ami alkoholt vagy kábítószert illet, ő saját magán kell, hogy segítsen. Mert nem kell feláldoznod magadat másokért. Tehát kerüld el a felhőt, várj türelemmel, amíg tisztázódnak a dolgok. Persze ez a nap, Neptun konjunkció, és itt ez a felhő, ami hasonló ehhez a kapcsolathoz. Ez lehet egy más téma is, hogy nem tudod, hogy ő mit gondol, mit akar, vagy a politikában vannak olyan hírek, ami számunkra átláthatatlan. Nem lehet tudni, hogy mi fog következni, hiszen nem beszélnek nyíltan komoly témákról. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, a holnaponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!